A turisztika, a sport és a kultúra köti össze Hajdúszoboszlót és Dzsergyenyovot. A városi ünnepség pedig újabb lendületet adhatott a nemzetközi kapcsolat megerősítésében. Ceglédi Gyula és Darius Kuharski polgármesterek kifejezték szándékukat a még szorosabb együttműködésben. W Polsce jest takie powiedzenie, myślę, że wszędzie u Państwa, że przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem. Także myślę, że możemy po wczorajszym, dzisiejszym dniu powiedzieć, że jesteśmy wśród przyjaciół. Lengyelországban van egy olyan mondás, hogy az én barát, hogy a te barátod az én barátom is, úgyhogy úgy gondolom, hogy a tegnapi eső után nem is egyenlő, hogy barátok vagyunk. Hajdúszoboszló partner települései testvértelepülései találkoztak itt Hajdúszoboszló. Milyen érzés most itt lenni ezen az alkalmon? Tak powiem, daje dużo otuchy. Jesteśmy coraz bardziej... Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, hogy most itt lehettünk ezen a jeles alkalmon, és nagyon örülünk, hogy most így együtt gyűlhettünk így össze, mert egy ilyen partnervárosi találkozó mindig nagy lendületet ad, és örülünk, hogy Hajdúszoboszló partnervárosa lehetünk. Honnan indult a két település kapcsolata? Mi hívta életre ezt a kapcsolatot? Jest Serock, jest miasto w Czechach, z którym... Mindez az egész természetesen történt, semmi erőltetés nem volt benne. Ők megtudták, hogy van ez a város, hogy Hajdúszoboszló, és hogy ő partnerváros a Csellánskrumnak, és a Csellánskrum partnervárosa ugye Dzsergyenyovnak is, és ez egy jó alkalom volt arra, hogy megbeszéljék, hogy szeretnének-e így együttműködni, és mindenki szeretett volna, úgyhogy úgy jött létre ez a partnervárosi megállapodás. Csellánskrumon kívül milyen közös kapcsolódási pont van a két település között? Piękne góry po prawej stronie są bardzo podobne do gór Sowich, więc jadąc tutaj zawsze mówię, o jestem prawie tutaj u siebie, nie? A turisztika, a sport, a kultúra. Dzsergyenyovba van ez a magyarul Bagolynak ejti, vagy Bagoly, ezek a hegyek, és amikor ők jönnek Budapest felől az autópályán, akkor itt Magyarországon is látnak így hegyeket, és mikor itt megérkeznek, teljesen otthon érzik magukat, és úgy gondolja, hogy itt Európában vagyunk mindannyian, mint a lengyelek, a magyarok, a németek, a csehek és a szlovákok, illetve a románok, tehát hogy össze kell tartanunk. És mi vár a jövőben? Mint szeretnének erősíteni? Mit vár a két település egymástól? Őszintén remélem, hogy a jövőben is működni fog ez a kapcsolat. Én 55 éves vagyok, és remélem, hogy 75 évesen majd ugyanígy eljöhetek ide Hajdúszoboszlóra, mint a partnervárosi kapcsolatok egyik megbízottja.